Hát az ember Vörösváron tehergépkocsival halálos szerencsétlenséget okozott. Itt az gyanús. Véralkohol vizsgálatra hoztuk be. Kérem, üljön le. Hogy hívják? Barna Pál gépkocsi vezető. Kérem a vérvételi dobot. Nős? Igen. Családja van? Igen, két kislányom van. Mondja kérem, mikor ivott és mennyit? Kérem, én nem ittam egy kortyot sem. Na majd meglátjuk. Nővér, lattát kérek, tartsa ide a kezét. Tűt kérek. Írja kérem. Veszelinek mindig jó bora van. Egészen bemelegettem tőle. De most aztán gyerünk, hatra végezni akarok. Ne félj, egy óra múlva otthon leszünk. Majd meglátjuk, mit tud ez a tragacs. Azért még szükle ebben a tragacsban. Hát itt mi történt? Tisztázódtak megnyugtató módon. Éppen ezért rendelt el a bíróság ezt a helyszíni tárgyalást a vörösvári autószerencsétlenség ügyében, mert a tanúvallomások ellentétesek voltak. Mielőtt megkezdeném a vádlott és a tanúk helyszíni kihallgatását, kérem helyezzék el ezeket a járműveket úgy, ahogy annak idején a karambolozott gépkocsik álltak. Nézze, az a bekötözött fejű az vezette a gépkocsit. Azt mondják, ittas volt. Lári a képiről, hogy részeg disznó. Ilyenek kezébe adnak kormányt. Nem is értem, mit vizsgálnak annyit. Ez a részeg vezető a hibásos pont. Részeges, részeges. Honnan tudják, hogy amiatt történt? Én például akkor érzem legbiztonságosabbnak magamat a kormány mellett, ha van bennem egy fél deci. Menjen már! Magát is le kellene csukni. Hány halott volt? Kettőről hallottam. Elejét az újság háromról írt. Azt hallottam, hogy a felesége is meghalt. Mit beszél? Ismerem a vezetőt, nőtlen ember. Akkor biztos valami nőcskét szállíthatott feketén. Szokták az ilyenek? A valóságot csak egy ember tudta kétséget kizáróan. Bihari Márton, aki utasa volt az egyik gépkocsinak. A bíróság tanúvallomásra szólítja fel Bihari Márton lábatlani lakost. Tessék közelebb lépni. De hogy is kezdődött ez a szerencsétlen nap?
Borús, ködös, októberi reggel indult el telephelyéről Barna Pál gépkocsi vezető. A fuvarlevélen szereplő első munkahely helyett azonban ma másfelé igyekezett. Régi ismerősével, Bihari Mártonnal volt egy kis elintézni valója. Csekéség az egész, csak ezt a dívánt kellett elszállítani. Gondolta, miért ne tegye meg neki. Az öreg régi ismerőse, és persze a természetbeni fizetségről sem feledkezik meg. De ugyebár egy jó házigazda nem engedheti el vendégét száraz torokkal. Barna Pál nem soká kérette magát. Néhány pohárka után mindjárt derűsebbnek látta ezt a ködös őszi reggelt. Bihari Márton leányával együtt elkísérte a szállítmányt. Az anya nem sejtette, hogy utoljára vesz búcsút lányától. Igen kellemesnek ígérkezett. Az ital és ez a csinos kislány jó kedvre hangolta a gépkocsi vezetőt. Az alkohol kezdeti serkentő hatása azonban csak látszólagos volt. Ugyanis a gyomorba jutott alkohol a vércsatornán keresztül elsősorban a központi idegrendszer támadja meg. Az agyvelő gátlásai megszűnnek, és ezért túlzott fecsegés és mozgékonyság mutatkozik. Ez az állapot később fokozatosan romlik. 20 perc után felszabadulnak a biztonságos közlekedés kötelező gátlásai, és helyet kap a könnyelműség. Ilyenkor a gépkocsi vezető hajlamossá válik a közlekedési szabályok megsértésére. Az egyensúlyérzés és az izomtónus csökkenése miatt a felsőtest mozgása is fokozottabb, így a kormány kezelése sem történik a megszokott egyenletes mozdulatokkal. Előzésnél helytelen távolságbecslés következtében más járműveket is veszélyeztet. A legkomolyabb veszélyt a reakció idő megnövekedése jelenti. Ez a gyerek, ha félre nem rántják, a kerekek alatt lelte volna halálát. A szervezetbe került alkohol, mint idegméreg, elsősorban a gépkocsi vezető legfontosabb érzékszervét, a látást csökkenti, s mindez a reakció idő meghosszabbodásához vezet. Alkoholos állapotban az észrevevési és cselekvési idő jelentésen megnő. Legnagyobb veszély azonban az iszákosok posztalkoholos állapota, amikor is az észrevevési és cselekvési idő a józan állapothoz képest kétszeresére nő. De romlik a látás élessége is. Felbukkanó veszélyt vagy jelzőtáblát alkoholos állapotban 112 méteren belül vesz észre a vezető. Míg iszákosok posztalkoholos állapotában a látás élesség 100 méterre csökken. Éjszaka a szembejövő gépkocsi reflektorának vakítása után még józan állapotban is
68 métert vezet vakon a gépkocsi vezető, amíg szeme a sötétséghez ismét alkalmazkodik. Iszákosok posztalkoholos állapotában a vakon vezetés távolsága kétszeresére nő, ami feltétlenül balesethez vezet. A szeszes ital a látáson kívül a hallást is befolyásolja. Figyelmeztető sípjelzést józan állapotban 340 méterről hallja meg a gépkocsi vezető, míg alkoholos állapotban ez a távolság 203 méterre csökken. Végül iszákosok posztalkoholos állapotában a hallás távolság már csak 104 méter. Az alkohol ugyanis általában csökkenti a hallás élességet. Különböző magasságú hangokat meghatározott hangerősség mellett érzékel a józan gépkocsi vezető. Már csekély mennyiségű alkoholfogyasztás után romlik a hallás élessége. Posztalkoholos állapotban különösen az éles hangok érzékelése csökken. Ezekben a percekben Barna Pál gépkocsi vezető ittas fejjel egy pillanatra sem gondolt a veszélyre. Baleset helyétől néhány községgel távolabb, ekkor indult el útjára a szerencsétlenség másik áldozata, ez az utasokkal teli autóbusz. Az ittas gépkocsi vezető, a megfontolási készség csökkenése és a szexuális érzések fokozódása miatt vezetés közben bizalmaskodni kezdett utitársnőjével. Mivel nem talált viszonzásra, bravúroskodásból fokozni kezdte a sebességet. A gépkocsi vezetők ilyenkor úgy érzik, hogy jobban vezetnek. Valójában azonban az agykérgi gátlások fellazulása és a kritikai érzék csökkenése okozza ezt az állapotot. És a kocsi ellenállhatatlanul rohan végzete felé. Világos. A bíróságnak több kiegészítő bizonyítékra nincs szüksége. A helyszíni tárgyalást bezárom. Legalább 5 évet kap a vezető. Ez volt az utolsó fuvarja. A jogosítványa ugrott egy életre. Én csak a mondó volnék, hogy ne kenjünk mindent az italra. Nem mondom, aki nem bírja, az ne igyon. De én most is sokkal biztosabbnak érzem magam, hogy van bennem legalább 2 deci. Most figyelj, pajtás! Egy óra múlva otthon leszünk. Tőlem tanulhatsz technikát.